20 évvel ezelőtt én voltam már Csernobilban, akkor még egészen másképp és egészen nem hagyományos módon, 20 év után visszatértem Csernobilba. Szerettem volna megmutatni mindazt a kettősséget, ami számomra egészen megdöbbentő, hogy 30 méterre tőlem, ahogy Szőlősi Tibor, az egykori ott dolgozó magyar származású, kárpátaljai származású főorvos mondta, Disneylandet csináltak belőle, és azt mondja, hogy nagyon haragszik azokra az emberekre, akik egy ilyen Disneylandet csináltak abból a helyből, ahol emberek haltak meg és szenvedtek. A másik oldalról viszont 30 méterre, 50 méterre oda még mindig olyan sugárzás van, ami egészen elképesztő. És itt Kárpátalján voltak olyan magyar hősök, és voltak magyar áldozatok is egyébként, akik sokat tettek azért, hogy ne legyen még nagyobb az a veszély, és itt például olyan likvidátorok is éltek, itt közöttünk is élnek, és még kollégátok is, ugye Ruszka László, aki a ti sofőrötök, ott is sofőr volt, akik dolgoztak akkor ott a zónában. Szeretnék bemutatni egy komplex Csernobil filmet, aminek egyébként van egy magyarországi szála is, annak idején kamionsofőröket küldtek oda a térségbe, és közülük az özvegy asszonyokkal tudtunk csak beszélni, és az árvákkal, hiszen ők meghaltak. Tehát egy olyan komplex Csernobil filmet szeretnék bemutatni, ami ezt a fajta kettősséget, a sajnálatos Disneylandet és a nem Disneylandet is bemutatja. Voltak-e valami új tapasztalataid ott, hiszen most úgy tudom, hogy privát idegenvezetővel mentetek végig a zónában? Igen, számomra egészen megdöbbentő volt Lucas Higstonnak a története, aki Chicagóból odaérkezett, gyakorlatilag tudományos munkára, aztán meglátta azt, hogy akkor még csak nem 1000 kóbor kutya él a zónában, és nem törődik velük senki, most 7-800 ilyen kutya van, és feltette az egész életét arra, és Chicagóból Csernobilba, illetve Slavutisba költözött, de Pripyatban tölti a mindennapjait, aki az ottani kóbor kutyák ivartalanításával, gyógyszerezésével, gondozásával, etetésével foglalkozik. Ez például egy egészen elképesztő újdonság volt. Ott is aludtatok? Ott aludtunk, de a zónán közvetlen kívül aludtunk. 2 napot töltöttünk benn, egyrészt a 30 km-es zónában és a 10 km-es zónában, viszont voltunk olyan településen, ahol egykor 650-en éltek, és most 2-en laknak, egy Iván nevű idősebb bácsival beszéltünk arról, hogy milyen egyedül lakni egy katonák által lezárt, védett zónában, gyakorlatilag egy személyes faluban. Lehet-e tudni, hogy mi lesz a következő projekted, illetve nagy dokumentumfilmed? Ez most az a nagy dokumentumfilm, és ebben hadd említsem meg nagyon röviden azt, hogy itt Kárpátalján még interjút készítettem Debreceni Mihállyal, aki számomra egyébként a kárpátaljai újságírásnak az élő legendája, és nagyon nagy köszönettel tartozik szerintem minden magyarországi magyar neki, hogy erről a térségről hitelt érdemlő, jó, korrekt információkat közölt a múltban, és tudom, hogy most vonul majd nyugdíjba, ezért nagyon boldog nyugdíjas éveket is kívánok neki, de pontosan tudom azt, hogy annak idején 86-ban ő például testközelből élte meg azt, hogy milyen az, hogy megszűrni az információt, hogy milyen az, hogy szűrt információt kap, hogy milyen az, hogy itt Kárpátalján van olyan, hogy ő Magyarországról tájékozódik arról, hogy az ő országában mi történik. Szóval nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt. Szóval a Csernobil film után lesznek még filmek, és ugye 96 év után, annak idején én voltam az első magyar, aki láthatta a trianoni békediktátum egyetlen eredeti példányát, magát a könyvet, szóval az 524 oldalas könyvet. Szeretném majd a trianoni 100. évfordulóra, tehát 2020. július 4-ére egy átfogó nagy filmet készíteni.